Kennedy űrközpont az amerikai űrkutatás bölcsője. Innen indult útjára a szabadvilág első asztronautája John Glenn földkörüli útjára, és innen szállt föl az Apollo 11 is, hogy az emberiség meghódíthassa a Holdat. Mi több innen indulnak, és többnyire ide is érkeznek vissza az űrsiklók, amelyek a Kolumbia tavaly februári katasztrófája óta földre vannak kényszerítve. Az űrközpont egyfajta zarándokhely, ahová turisták százezrei utaznak el évről évre, hogy maguk is bepillanthassanak az űrkutatás világába. És hogyha néhány percre is, de átélhessék mindazokat az élményeket, amelyeket az asztronauták élnek meg egy-egy űrutazás alkalmával. Kennedy űrközpont mindenki által látogatható része a Visitor Center, ahol az amerikai űrkutatás egész történetét felülelő kiállítás sorozat található, kezdve a Mercury programtól egészen a nemzetközi űrállomásig. Minden nagyobb programnak külön csarnoka van, ahol számos olyan erekje, űrhajó, műszer és berendezést látható, amely része volt az űrprogramnak, azaz maga a tapintható történelem. Sőt, az űrközpont egyes részein eredeti állapotban tekinthetők meg azok a földi irányító berendezések is, amelyekről a Holdra szállást irányították. Mi több kép- és hangjátékként mi magunk is átélhetjük Neil Armstrong Holdra szállásának történelmi pillanatait. Napjaink űrprogramjai közül az ISS, azaz a Nemzetközi űrállomás kapja a legnagyobb figyelmet. A látogatóközpontban lehetőség nyílik arra is, hogy bebarangolhassuk az űrkomplexum egyes egységeit, beülhessünk az űrrepülőgép makettjébe, illetve a térhatású IMAX moziban átélhessük, hogy milyen lehet az ISS-en űrhajósként dolgozni. Vagyis a Kennedy űrközpont egy olyan különleges látványosság, ahová nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen mennek, hiszen itt mindent meg lehet tudni az űrhajózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. És az idén ősszel egy szerencsés Aero magazin olvasó részese lehet ennek a kalandnak. Nose gear touchdown.